I've been lost since you walked away. My blue skies have turned to gray. Hey, honey, what could I do to make you stay? Without your love, I won't be the same. Cause you got me praying all night, and I'm hopeless, chasing after bright lights. Cause you got me praying all night, and you got me, I'm seeing white shadows. I'm seeing white shadows. I'm seeing white shadows. Time is passing by, but I can't escape. Oh, the memories you keep haunting me. We keep taking turns, I hate this game. All I ever came for scars and pain. Cause you got me praying all night, and I'm hopeless, chasing after bright lights. Cause you got me praying all night, and you got me, I'm seeing white shadows. I'm seeing white shadows. I'm seeing white shadows. I'm seeing white shadows. I'm seeing white your ghost. The sky be seeing white shadows all night. Your ghost. The sky be seeing white shadows all night. I'm seeing white your ghost. The sky be seeing white shadows all night. It's got me seeing white shadows all night. Hey. Oh, Anderson David, nagyon-nagyon jó. Köszönjük szépen. Jó, ez a Shadow. Nekem tetszett, I like it. Nos, akkor halljuk a zsűrit, hogy vélekedik. Először, the first one, Karesz. Hello, Dávid. Minden szuper volt. Én figyelem megkülönböztetően a te szereplésed, mert mindenki, aki új, azt az ember sokkal jobban figyeli, mert ugye a régebbieket már hallotta, meg látta, stb. Továbbra is fenntartom azt, hogy az éneklésed nagyon jó, a dal, amit előadtok, jó. Ez az út, amit te választottál, most ez szerintem fog működni tovább, mert egy ezért jó figura is van, stb. Amit esetleg szeretnék mondani a dalról. Ugye a dalnak van egy ilyen hármas felépítése, van egy verze része, van egy bridge része, ami átvezet a refrénhez, és van a refrén. Na most itt egy picit azt hiszem, hogy a bridge rész, tehát ami a eleje után van, ami vezet át a refrénhez, az a legjobb része a dolognak, és amikor jön a White Shadow, mint refrén, akkor egy picit, hogy beesik a szerzemény, és azt szerintem te érzed is, mert azért kezdesz egy kicsit rányomni fizikailag itt a mozgásoddal, ami jó, kicsit ki is tölti ezt a kis űrt, amit én érzek. Tehát ez a hármas tagoltság, ez így megvan, de ettől az átvezető rész az, ami számomra igazán jó, és azt hiszem, hogy így menjél tovább, mert ennek van létjogosultsága. Még megjegyezném, hogy a refrén alatt a billentyű, az a szinti hangnem, az nagyon tetszik, úgyhogy azt külön kiemelném. És hát a White Shadow-val egyetértek, engedjünk a előadói és a szerzői szabadságnak. Köszönöm szépen!
Karamell, hogy vélekedsz? Próbálok egy picit rövidebb lenni. Én azt gondolom, nagyon jót tett a dalnak ez az új verszak. Kapott egy még dalosabb formátumot ez az egész nóta. Nekem meg pont azt tetszik egyébként ebben a dalban, hogy több olyan különálló hangulatú részből áll, ami szerintem nagyon-nagyon jól kiegészíti egymást, ugyanis van egy romantikusabb, kicsit befelé fordultabb, közvetlenebb verzénk, utána jön egy nagyon jó felvezető bridge, és a refrén meg egy party. Én úgy gondoltam, hogy azért ugrász, mert egy buliba érzed úgymond magad, és szerintem nagyon jól működik, és azt... Akkor tánc. Igen. Én is nagyjából így táncolok egyébként, meg a kislányom is. Na szóval, de amellett se tudok elmenni, hogy ez a saját szerzeményetek, ami szerintem egy nagyon-nagyon jót, és mindenképp ezen kell járnod. Én szerettem ezt a produkciót, gratulálok. Köszönjük szépen, Karamell! Majd azt a táncot megnéznénk, hogy a kislányoddal. Ugyanilyen. Na akkor jönnek a pontszámok. Karesz. 8 pont. 8 pont. Karamell. Egy jó erős 8-as. 8 pont. Karamelltől Zséda. 7 pont. 7 pont. És Bot Miki. A szövegváltoztatás miatt emelem 8-ra. 8 pont! Összesen 31, és nézzük, hogy mennyire szerettek téged a nézők, a rajongók, már is összesítjük a pontjaikat. Ez pontosan 6, úgyhogy ha jól számolok, ez 37. Köszönjük szépen, Dávid, oda fáradj föl, légy kedves, nagyon jó volt.